legújabb nyilatkozat háború a drogpolitikáról. A TASZ szerint a kormány drogpolitikája felelős azért, hogy a duplájára nőtt a hepatitis C fertőzöttek száma. A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke szerint viszont öngólt lőtt a szervezet. Sárosi Péter a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az is szerepel a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének a közleményében, hogy ön az, aki kétségbe esetten küzd a drogliberalizációért, és most nagyon nagy hülyeséget mondott, ezt már szabad fordításban mondom, mert hogy azok az adatok, amikre hivatkozik, hogy 2011 és 2014 között ugrott duplájára a hepatitis C fertőzött droghasználók aránya Budapesten, pont arra az időszakra vonatkoznak, amikor még működött az önök által azóta hiányolt Józsefvárosi tűcsere program, tehát ebből az adatsorból az derül ki, hogy mennyire nem ért semmit. Először is én üdvözölném azt, hogy Ferenc Orsolya most először elismerte azt, hogy valóban van járvány. Ugyanis eddig azt mondta, hogy nincsen járvány, ezzel csak mi riogatjuk a közvéleményt. Tehát ezt a sajtóközleményt mi azért is tettük közzé, hogy ezt cáfoljuk, hogy igenis járványveszély van a fővárosban. Duplájára nőtt a hepatitis C fertőzött drogfogyasztóknak az aránya 2011 és 2014 között. Most ugye 2011-ben kezdődött el a tűcsere programoknak az ellehetetlenítése. Tehát itt 2011 után rohamosan csökkent a kiosztott tűknek a mennyisége a tűcsere programokban, egyrészt a politikai támadások miatt, másrészt azért, mert jóval kevesebb pénzt kaptak a tűcserék arra, hogy tűt cseréljenek. Tehát ez a rohamos csökkenéssel párhuzamosan nőtt a hepatitis fertőzötteknek a száma, ami egyébként összefügg természetesen azzal is, hogy a designer drogoknak az injektálása növekszik. Tehát éppen abban az időszakban, amikor növelni kellett volna a tűcserék forgalmát, inkább visszafogták a tűcseréket, és 2014-ben ennek a folyamatnak a betetőzéseként gyakorlatilag bezárták a két legnagyobb tűcserét, ami az ország tűcsereforgalmának az 55%-áiról volt felelős. Na most nagyon sok részletes érvet sorakoztat föl a kerület arra, hogy miért nem működtek megfelelően ezek a tűcserék, és ezek között el kell mondjam, hogy elég meggyőző érvek is vannak. Az egyik problémájuk, és valószínűleg a számukra ez az alapvető probléma, hogy az, hogy ott működött náluk a tűcsere, az azt jelentette, hogy az egész fővárosból, vagy a főváros vonzás körzetéből is odavonzotta ez a lehetőség az ő kerületükbe a drogosokat. De ráadásul nem valódi csere volt, hanem tűosztogatás, amit a kerület szerint a Kék Pont Alapítvány saját adatai is alátámasztanak, hiszen a tűcsere koncepciója arról szólna, hogy valaki odaviszi a használt tűt, azt elveszik tőle, és cserébe kap egy tisztát. Ők viszont nem kérték el a használt tűt, nagyon sokszor nem kapták meg, azt hiszem 70%-ban talán, és mindenkinek, akinek erre igénye volt, adtak egy újat, aztán ezek az emberek a régit, mert nem volt rájuk szükségük a cseréhez, eldobálták a közterületeken. Állítólag a Kék Pont Alapítvány munkatársa azt is vállaltak korábban, hogy begyűjtik ezt a droghulladékot, ez nem történt meg. Viszont számtalan olyan incidens volt a 8. kerületben, amikor gyerekek szúrták meg magukat a játszótéren az eldobált feskendővel, amire még a védőkupakot sem vette a fáradtságot, bárki ráhúzta volna. Tehát ezt elégelte meg alapvetően a kerület, és mondta azt, hogy ez így nem működik. Ez egy teljesen hamis beállítása a tényeknek. Először is arra reagálnék, hogy a Kékpontnak a tűcseréje az nem az egyedüli tűcsere a fővárosban. 6 tűcsere program működött addig, amíg 2-t be nem zártak a fővárosba, tehát nem igaz, hogy csak a Józsefvárosban volt. 10-ből 8 kliense a józsefvárosi tűcserének a Józsefvárosban élő drogfogyasztó volt, tehát elsősorban a józsefvárosi drogfogyasztók mentek oda, nem igaz, hogy más kerületekből vonzotta volna oda a drogfogyasztókat. Nem igaz az sem, hogy itt a felelőtlen tűosztogatás miatt nőtt a drogszemétnek a mennyisége az utcákon, ugyanis még 2011-ben, amikor még nem korlátozták a tűforgalmat a tűcserében, tehát hogy mennyit osztanak ki, akkor 10-ből 8 fecskendőt visszahoztak még a fogyasztók. Ez az arány, ez 10-ből 4-re romlott le azután, miután korlátozták a kiadható fecskendőknek a számát. Az egy mítosz, hogy azzal lehet csökkenteni, vagy azzal lehet növelni a becserélési arányt, hogyha korlátozzuk a fecskendő kiadását, éppen ennek az ellenkezőjét mondja a szakirodalom, és a tapasztalatból is ezt tudjuk. Tehát, hogy igenis osztogatni kell? Akkor is oda kell adni, ha nincsen becserélhető használat. Az ENSZ ajánlása szerint ahhoz, hogy hatékony legyen a járvány megelőzés, ahhoz a tűcseréknek 200 steril fecskendőt kell drogfogyasztónként kiosztani egy évben. Ez Magyarországon még
mi tavalyi adatok szerint is 70% alatt volt, tehát jóval kevesebb steril fecskendőt osztunk ki, mint amennyi egyébként az ENSZ ajánlásában szerepel. A kékpont tücsere az éppen, hogy a korlátozás miatt nem tudta ezt teljesíteni. Ami a drogszemetet illeti az utcán, az egy nagyon fontos aggodalom, és teljesen jogos az ott élőknek az ezzel kapcsolatos aggodalma, hogy akkor nem a kékpont vállalta azt, hogy az utcán a drogszemetet begyűjti. Volt egy együttműködési megállapodás a kékpont és az önkormányzat között. Ebben az önkormányzat azt vállalta, hogy az utcáról begyűjti a fecskendőket, tehát ez önkormányzati feladat volt, amire egyébként több millió forintos támogatást kapott a minisztériumtól az önkormányzat, ezt nem szokták hangsúlyozni. És a kékpont azt vállalta, hogy rejtett helyszíneken megkeresi a drogfogyasztókat, és ott kapcsolatban lép velük és begyűjti tőlük a használt fecskendőket. Ha találnak úgynevezett drogtanyát, akkor így onnan van, elviszik. Hát, mondjuk ezek lehetnek egy használaton kívüli épületben például. Így van, és nyugat-európai nagyvárosokból ugye ezeket az úgynevezett illegális ilyen shooting galeriket, ilyen belövő szobákat, amiket most Józsefvárosban rengeteg helyen meg lehet találni, elhagyatott épületek, kertekben szúrnak az emberek, ezeket felváltották olyan helységekkel, ahol ellenőrzött körülmények között fogyasztanak drogfogyasztók ilyen szereket, ezáltal meg lehet akadályozni a fertőzést, és akkor nem a játszótereken fogyasztanak a droghasználók. Ilyen most már több mint 100 van a világon, ezek nagyon hatékonyan visszaszorították az utcai drogfogyasztást, tehát megvannak a módszerek. Most viszont azt mondja Józsefváros, és ez is így első hallásra meggyőzőnek tűnik, hogy amióta megszűnt ez a tűcsere a kerületben, azóta felére csökkent a drogszemét mennyisége. Tehát mégiscsak az látszik ebből, hogy ez a program vonzotta oda a drogosokat, és hozzátett a problémához, nem megoldotta. A drogfogyasztóknak a száma az nem változott a Józsefvárosban, tehát ugyanannyi drogfogyasztó van, attól, hogy bezárják a tűcserét, nem fognak felszívódni a földben a drogfogyasztók. Ami történt, az az, hogy egyrészt ugye Józsefváros kapott pénzt arra, hogy begyűjtse a drogszemetet, most már 2-3 ember dolgozik az utcán, hogy begyűjtse ezt a szemetet. Gondolom, ők a begyűjtött mennyiségéből vonták le ezt a következtetést. És a begyűjtött mennyiség az pedig azért csökken, mert hogy kevesebb a tű eleve, tehát ez viszont nem biztos, hogy egy jó jel, ugyanis az emberek felszedik az utcáról a fecskendőket, erre vannak is adatok, és hogy ezt utána mondjuk többen újra használják ezeket a fecskendőket, és emiatt aztán egy olyan járványveszély alakul ki, ami még senkinek nem jó. Ez a járvány ez nem fog megállni a drogfogyasztóknál, más országokban sem állt meg. A magas hepatitis C arány az pedig minden országban eddig a HIV járványnak az előjele volt. Tehát nagyon komoly, súlyos probléma van. Ez az egész, amiről most beszélgetünk, egy ilyen tűcsere program, ez az úgynevezett ártalomcsökkentés kategóriájába tartozik, de ami még problémája a kerületnek, hogy ehhez képest rehabilitációra nem helyezett kellő hangsúlyt ez az alapítvány, ami egyébként éveken keresztül része volt ennek a kábítószerügyi egyeztető fórumnak, és a kerület azt mondja, hogy nagyon szorosan együttműködtek az alapítvánnyal, de az is dolga lett volna ennek az alapítványnak, hogy az általuk, tehát azok közül a droghasználók közül, akikkel kapcsolatban voltak, minél többeket eljuttassanak valami fajta rehabilitációba. És ez nem történt meg. Rendkívül álszentnek tartom az önkormányzatnak ezt az érvét, ugyanis a kékpont az hosszú éveken keresztül bombázta levelekkel az önkormányzatot azért, hogy támogassák azt, hogy egy komplex drogambulancia nyílhasson meg a Józsefvárosban. Ez kizárólag azért nem valósulhatott meg, mert a Józsefváros ehhez nem adott semmilyen anyagi támogatást, a kékpont egyetlen fillér támogatást nem kapott a Józsefvárostól, sőt ugye azért kényszerültek bezárni, mert felemelték annak a helyiségnek a bérleti díját is, amit béreltek előtte kedvezményesen az önkormányzattól. A kékpontnak a vezetésével a KEF, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum már korábban készített egyébként egy drogstratégia tervezetet, ezt a Józsefvárosnak lehetősége lett volna véleményezni és elfogadni, nem történt ez meg. Ez a drogstratégia véleményem szerint sokkal színvonalasabb volt annál, amit most elfogadott a kerület. Ez a mostani drogstratégia ugyanis gyakorlatilag olyan, mintha egy homokra építene házat. Tehát amikor egy ellátórendszert építünk, akkor nagyon fontos, hogy legyen megalapozása, és arra építünk például falakat, mintha egy házat építenénk. És ebben az esetben a megalapozás az olyan programokat jelenti, amelyek bevonzák az utcáról a drogfogyasztókat. Ezeket nevezik alacsony küszöbű programoknak, ilyen a tűcsere is. Hogyha nincsenek ilyen programok, akkor a magasabb küszöbű programok, amit ön is említett, ugye, a rehabilitációs programok, a terápiás programok, azokhoz nem fog eljutni a drogfogyasztó. Tehát például a 13. kerületben, ahol bezárt egy tűcsereprogram, ott volt egy drogambulancia, ott 10-ből 6 klienst a tűcsereprogramból
utaltak át. Ez is egyébként egy érv a józsefvárosiak fegyvertárában, hogy lám, itt nem csak a fideszes vezetésű kerületeknél van ilyen jelenség, hogy bezárják a tűcseréket és próbálnak szabadulni ettől a gondtól, mert a 13. kerület szintén ezt az utat követte, pedig ott szocialista vezetés van. Amikor bezárt a kékpont tűcsere a Józsefvárosban, mi megjósoltuk azt, hogy ez egy dominó effektushoz vezetett a fővárosban, ugyanis azok a kliensek, akik utána nem tudtak hova menni a Józsefvárosban, azok elkezdtek más kerületekbe menni. Ez egy sokkal kisebb program volt a 13. kerületben, ami napi 40 kliens szolgált ki, ez a kliens szám ez napi 80-ra növekedett meg. Tehát ott nem önmagában a tűcsere volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy duplájára nőtt a klienseknek a száma, ezek sorban álltak ott az utcán, tehát egy új helyiséget kellett nekik biztosítani. Az a helyi polgármesternek a teljes szűklátókörűsége szerintem, hogy az az új helyiség, amit biztosítottak neki, ott viszont megtiltották azt, hogy ott tűt cseréljenek. Tehát jelenleg ott is megszűnt a tűcsere. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai pártoktól független szűklátókörűség jelenleg, hogy nem látják azt, hogy ez bizony nagyon fontos. Ezt egyébként ugye nem lehetne kerületi szinten önmagában csak egy kerületben megoldani. Ezért javasoltuk mi azt, és az ombudsman úr is egyébként ezt javasolta, hogy a főváros kezdjen valamit ezzel a problémával. Nincsen fővárosi drogstratégiánk, nincsen fővárosi drogkoordinátorunk, és nincsen semmiféle fővárosi költségvetés a drog. A kerületek ügyekre. Pedig próbálják áttolni máshová ezt az egész problémát. A Józsefváros azért elfogadott most egy hosszú stratégiát erre az egészre, és hát ha nem is adták könnyen, mert sokat kellett kérni többek között önöknek is, ez nyilvános már. Annyit tudunk, hogy három munkacsoportot hoztak létre, ez a három pillére ennek a programnak. Egy egészségügyi, egy rendvédelmi és egy prevenciós pillér van, de a prevenciós talán a leghangsúlyosabb. Ez a drogstratégia, ez egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kezelje ezt a súlyos problémát, ami a kerületben van. Teljesen korszerűtlen a szemlélete. Az a szemlélet, például, hogy a lehetőség szerint, aki eddig nem került kapcsolatba a drogokkal, ne is kerüljön. Így például a prevenció szintjén, tehát hogy ugye megelőzzük a drogfogyasztást, ott kizárólag ilyen rendőrségi drogprevenciós módszereket javasol ez a drogstratégia, tehát az már a szakirodalomból tudjuk, hogy az, hogy a rendőrbácsi kiáll az osztály elé és elmondja, hogy a drogok milyen veszélyesek, ez nem hatékony. Mégis ebben a drogstratégiában ugye ez van előtérbe helyezve. De ugyanakkor például teljesen hiányoznak azok az alacsony küszöbű programok, amiről az előbb beszéltem, tehát teljesen ez nincsen benne, és hát ez a drogstratégia így, ez inkább szerintem komikus, mint sem, hogy komoly. És egyébként, ha valaki komolyan gondolja, hogy a prevenció fontos a számára, akkor milyen működő programok vannak erre a világban? Rendkívül sok jó gyakorlat van egyébként. Magyarországon is vannak jó programok, amiket iskolákban lehetne alkalmazni. Az a baj, hogy jelenleg egyrészt a forráshiány miatt, másrészt különféle bürokratikus akadályok miatt ezek a jó prevenciós programok nem jutnak be az iskolákba, helyett inkább ezeket a rendőrségi prevenciót. De milyen egy jó program? Nem a rendőrbácsi, rendben van, de akkor micsoda? Az a jó program, ami interaktív, tehát ez azt jelenti, hogy bevonja a diákokat. Tehát nem csak információt átad, hanem feldolgozza a tanulóknak az élményeit közösen. Például olyan módszereket alkalmazunk, mondjuk abban reménykednénk, hogy nincsenek még élmények, és ne is legyenek. Hát, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor ez sajnos nem igaz. Tehát például Budapesten minden második 18 éves az már kipróbált valamilyen illegális szert. Tehát vannak ezzel kapcsolatos élmények, illetve hát magukat azokat az ismereteket, amiket az oktató akar átadni, azokat is egy közös vitával kell átadni. Tehát nem egy ilyen frontális előadás a jó prevenció. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindent elmondtad.